Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Önök a Hét Embere című magazinműsorunkat látják, melyben vendégem Jolanda Villenze. Köszönöm, hogy itt van velünk. Szentendre Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének elnöke. Igen, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Mi köszönjük, hogy itt van a köreinkben, hiszen egy komoly útról tértek haza nem is olyan régen. A Szentendre TV beszámolt már előzőekben is a European People Fesztiválról, melyben idén is az országunkat Szentendre képviselte. Erős köze van önnek ehhez, meséljen egy kicsit nekünk erről. Hát ez egy óriási szervező munka, már hónapokkal ezelőtt elkezdjük a szervezést. Körülbelül 50 fiatal szokott kiutazni ezekre a fesztiválokra Szentendéről. Az idén egy kicsit kevesebben voltunk, 33-an. Minek köszönhető ez? Mit gondol, hogy kicsit csökkent? Én úgy gondolom, hogy nem az érdeklődés volt kisebb, talán a körülmények voltak, a szervezési körülmények egy kicsit nehezebbek, hiszen Franciaországban volt a fesztivál, és tudjuk, hogy előtte azért ott elég sok ilyen biztonsági probléma volt. És lehet, hogy a szülők úgy gondolták, hogy talán nem volt eléggé biztonságos ez a dolog, és így kevesebb volt az érdeklődés, de azok a fiatalok, az a 35-36 fiatal, aki most már több mint 10 éve jár ezekre a fesztiválokra, azért most is ott volt, és azért egy megszokott csapat alakult ki? Igen, úgy hívjuk, hogy a kemény mag az ott volt Szentendrében. Az Európai Népek Fesztiválja konkrétan miről szól, és mi a célja? Hát ennek az a célja, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, és hogy egy kicsit szerintem az is, hogy utazhassanak olcsóban a fiatalok, és találkozhassanak, mint régen volt a világifjúsági találkozó, most ugye az Európai Unióban így nevezzük, és 15 ország tagja ennek a szervezetnek, és minden évben egy másik ország szervezi meg ezt a fesztivált, és Szentendre is szervezte 2011-ben. Tudjuk, hogy ez milyen óriási munkával jár, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a miénk is. És természetesen óriási előny az is a kultúra megismerése mellett, hogy ott 15 nyelven beszélnek a fiatalok, és mindenki megtalálja a lehetőséget abban, hogyha németül tanult, akkor a németet gyakorolja, ha angolul, akkor az angolt vagy a spanyolt. És hát igazi barátságok alakulnak, és sőt házasságok. Most ott volt egy pici baba, egy magyar kislány, aki férhez ment egy német fiúhoz, a fesztiválon ismerte meg, és úgy hívtuk a kisőt, hogy ő volt a fesztivál baba. Úgyhogy mindenki a babát rajongta körül. Látja, sose lehet tudni, mikor jön szembe az igazi, igen, ugye? Igen, igen. Tehát rengeteg előnye van, és természetesen a fesztivál hangulat, tehát az semmivel sem hasonlítható össze. Délelőtt vannak versenyek, sportversenyek, kulturális versenyek, főzőversenyek, és akkor este lehet bulizni természetesen. Pontos információ a fesztivállal kapcsolatban, hogy itt több napos rendezvényről beszélhetünk, ugye? Egy egyhetes rendezvényről van szó, és 10 területen kipróbálhatják a fiatalok magukat, 5 sportban és 5 kulturális versenyen. És van 3 sport, a kosárlabda, a futball és a petang, az állandó versenyszám, és akkor mellé lehet 2 választani, azt mindig a szervező ország szabja meg. Általában olyat választanak, amiből ők nagyon jók természetesen, és akkor ugye vannak azért néha olyan sportok, amivel találkozunk, hogy badminton, meg beach tenisz, amiben mi azért nem vagyunk olyan nagyon ismertek, de mindig helytállunk azért. Úgyhogy. Amikor fiatalokról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy fiatalok jelentkezhetnek erre a fesztiválra? Nem, bárki jelentkezhet. Teljesen mindegy, hogy hány éves az illető, aki szeret fesztiválozni, nem bánja azt, hogy iskolába több emberrel együtt kell az osztályterembe aludni, aki szeret este bulizni, meg akarja ismerni mások kultúráját, ismerkedni akar, új barátokat szerezni. Bárkit szeretettel várunk, mert itt nem csak sportolunk, itt vannak kulturális versenyek is, fotóverseny, festészet, főzés, természetesen ezeket zsűrizni kell, tehát mindenkinek találunk feladatot, mert az egy szabály, hogy a fesztivál azért valamit mindenkinek csinálni kell. Tehát csak bulizni nem lehet. Helyes. Az Európai Népek Fesztiválján mióta veszik ki a részét Szentendre, és mióta
van jelen ebben az életben? Tehát hányadik alkalommal vettek részt idén a fesztiválon? Én szerintem, hát most nem tudom pontosan megmondani, mert amikor ez elkezdődött, én akkor még nem is voltam Szentendrei, és nem is laktam Szentendrén. Külföldön dolgoztam, de az biztos, hogy amióta én Szentendrén élek, 12 éve ez a fesztivál azóta. Tehát mi járunk a fesztiválra, és Szentendre egy testvérvárosi kapcsolat által került, a francia testvérvárosi kapcsolat által került ebbe az egész körbe bele, de szerintem, hogy a jó 15 éve már biztosan járnak a szentendrejek, de ezt nem tudom. Az a 12 év, amiben ön beleláthatott, igen, és belelát, mennyire változik évről évre a program? Változik is, meg nem is. Ugye természetesen az, hogy sportversenyek és kultúrás versenyek vannak, ez nem változik, ez mindig megvan. Azért változó, mert mindig más ország szervezi. Uh-huh. És mindenkinek mások az anyagi lehetőségei, a környezete, hogy hogyan tud szponzorokat vagy segítséget szerezni magának, ugye. Például, amikor Luxemburgban volt a fesztivál, akkor ugye természetesen azért az étkezés meg egy évek igazi luxus körülmények között volt megszervezem, mert ők anyagilag megtehették. De én úgy gondolom, hogy a fesztivál sikere nem ettől függ, mert a fiatalok, ha jól érzik magukat, akkor ez annyira nem fontos. Tehát ennyiből más, hogy minden évben más ország szervezi. Kicsit más, amikor egy nyugat-európai ország szervezi, egy kicsit más, amikor egy kelet-európai. Most Franciaországban voltunk az idén, ugye nekik a biztonságra és egyéb dolgokra kellett nagyobb figyelmet, több pénzt költeni. Jövőre Litvániába megyünk, az egy kelet-európai ország, ott biztosan a kultúrára és egyéb dolgokra sokkal nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. Tehát minden évben egy kicsit más. Izgalmas, miközben hallgatom, mert hogy természetesen nagyon izgalmas programokról beszél, és nagyon hasznos dolgokról, hiszen egymás kultúráját megismerni, ez mindig fontos dolog több szempontból. Na, de ez jár azzal is, hogy különböző országokat megismerünk, ott vagyunk, igen, körülnézhetünk a világban, nem csak a könyvben olvashatunk bizonyos nevezetességekről, hanem mondjuk ezt különböző programok is takarják, hogy a nevezetességeket láthatják szabad szemmel? Igen, minden fesztiválon van egy szabad nap. Uh-huh. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy a free program napja, és akkor minden ország külön szervezhet magának ott a környéken valamilyen programot, és megismerheti annak a környéknek egy kicsit a kultúráját. Mi például az óceán partján voltunk, és képzelj el, hogy teljesen véletlenül útközben bementünk egy csokoládégyárba, és kiderült, hogy ennek a csokoládégyárnak magyar tulajdonosa volt, akinek még a nagyapja, dédapja került Franciaországban, és nagyon különleges bánásmódban volt részünk, bevittek bennünket a gyárba, megmutatták, hogy hogy készül a csokoládé, mindenki kóstolhatott, és utána még vásárolhatunk, és úgyhogy mindig vannak ilyen apró kis meglepetések, amire mi sem számítunk, csak útközben rájövünk. És erre felkészülni sem lehet. Azért magyarok mindig mindenhol vannak, és mindenhol találkozunk velük. Úgyhogy mi elmentünk az óceánpartra, gyönyörű volt a tengerpart, egy kicsit hideg volt, esett az eső, de a bátrak így is bementek a vízbe, és megfürödtek. Igen, van lehetőség arra, hogy annak a környéknek, annak az országnak egy picit a kultúráját is megismerjük. Mennyire jellemző, hogy a programban résztvevők az adott ország, az adott helység nép ismeretével közelebbről megismerkedik, és valahogy megváltozik a gondolkodásmódja az adott népcsoportról. Ez mennyire cél? Ez most, hogy ön megfogalmazta, igazából én így ilyen vonalon még nem is gondoltam erre, de igaz, valóban így van, hogy sokszor ugye általánosítunk, van egy képünk egy országról, egy nemzetről, és akkor, amikor közelebbről megismerjük őket, és egy egész hetet ott eltöltünk velük, és látjuk azt, hogy mennyire próbálják ők is megismertetni velünk az ők is életüket, az ők is környezetüket,
akkor biztos vagyok benne, hogy sok emberben egy kicsit átfogalmazódik ez a dolog. És már is egy nemes küldetésé válik az egész fesztivál fogalma ezáltal. Na de beszéljünk az idei évről. Egészen frissen tértek haza, hiszen július végével vége is lett az Európai Népek Fesztiváljának idén. Mik voltak a tapasztalatok? Ha jól tudom, 6. helyet ért el Szentendre. Konkrétan fele létszámmal, tehát hogy micsoda felkészültséget jelent ez, kérem szépen, fele létszámmal 6. lenni. Ez egy szép siker, ugye? Tehát... Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon megbecsülendő nagy siker. A magyarok azért mindig a kreativitásukról híresek, úgyhogy mi azért mindig a kultúra területén a pontokkal mindig a sportot egy kicsit feljebb hozzuk, mert azért ugye Magyarországon a petang még például nem annyira ismert sport, de azért minden alkalommal részt veszünk benne, viszont a festészetben, a fotóban, a főzésben, az utcaszínházban, a kultúrás performanceban mindig az első 3-4 között vagyunk. Most is a festészetben 2. lettünk, úszásban 3. voltunk az idén, és akkor ezeket a pontokat szépen összeadják, és akkor így együtt jött ki ez a 6. hely, úgyhogy nagyon büszke voltam a szentendrei fiatalokra. Tudom, hogy frissen tértek haza, de mennyire jellemző az önökre, hogy ilyenkor már a következő évi fesztiválban gondolkodnak és készülnek? Már a buszon arról beszélünk, hogy mit kellett volna másképp csinálnunk, és hogy majd legközelebb egy kicsit többet fogunk gyakorolni. Természetesen minden fesztivál előtt azért ezek a fiatalok együtt fociznak, együtt kosaraznak. Ugye minden fesztiválnak van egy mottója, egy témája, az idén a boldogság volt, tehát az utcaszínháznak a témáját, a kultúrás performance témáját úgy kell megcsinálni, hogy az a téma benne legyen. Most a jövőre Litvániában a Fairy Tale in Szágyű, tehát a mese benned, az a mottója a fesztiválnak, tehát erre kell kitalálni az utcaszínház témáját. De mennyire jó, hogy már most tudják, tehát tudatosan lehet erre készülni. Igen, mert a fesztivál alatt van egy gyűlés, ahol az országok vezetői találkoznak egy nap, és akkor az, aki a következő évben szervezi a fesztivált, az már hoz a városról egy kis bemutatót, elmondja, hogy milyen szállás lehetőségek vannak, mi lesz a következő évben a sport, amiben versenyezni kell, és megmutatja azokat a helyeket, ahol a fesztivált szervezik. Mi alapján dől el, hogy ki szervezi következő évben a fesztivált? Hát ez egy ilyen rotáció, 15 ország van benne, tehát igazából 15 évenként kerül egy országra. Éppen ki a soros? Igen, és éppen ki a soros, igen. A jövőre ugye Litvánia lesz, utána a spanyolok fogják szervezni, majd a luxemburgiak, a portugálok, és a finek, úgyhogy már 5 évre előre megvan. És aztán azt hiszem, utána már lassan mi következünk majd. Ismét. Igen, mi jövünk majd. Hát én nem tudom, hogy akkor is még ilyen formában fogom szervezni ezt az egyesületet. Már most dolgozom azon, hogy ezért később át tudjam adni a fiataloknak, hogy csak átvegyék tőlem, én nagyon szeretném átadni nekik, mert én úgy érzem, hogy remekül meg tudják szervezni ezeket a dolgokat. És hát ugye szoktuk mondani, hogy övék a jövő. Így van, így van. Igen. Önnek mi tetszett idén a legjobban? Mi volt a legkedvesebb emléke most? Mi a legkedvesebb emlék az idei fesztiválból? Hát az, hogy... Ez egy teljesen személyes dolog, és most, hogy megkérdezte tőlem, boldogan elmondom azt, hogy pontosan ott tudtam meg egy telefonon keresztül, hogy állami kitüntetésben lesz részem augusztus 20-án, és este a fiatalok hoztak egy pár üveg pezsgőt, és körbeálltak, és énekeltek nekem, és gratuláltak, úgyhogy én ezt a fesztivált soha nem fogom elfelejteni. Én erre nem mertem volna rákérdezni. Nem tudtam, hogy mennyire publikus, de hát ez mindenki... Holnap fogom átvenni a kitüntetésemet a Pesti Vigadóba, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Miről szól pontosan ez a kitüntetés? Miért kapja ezt? Én a Keresztülők, a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alelnöke vagyok most már 11 éve, és a Moldvai Csángó Magyar Gyermekek Magyar Nyelvű Oktatását szervezzük. Ez egy országos civil szervezet, ahol anyagilag pénzt gyűjtünk arra, hogy a
csángó gyermekek visszatanulhassák a saját anyanyelvüket, mert ez a népcsoport az a népcsoport, aki egyedül beszéli a világon még a régi archaikus magyar nyelvünket, és szeretnénk, hogyha a kultúrájuk megmaradna, és ezért dolgoztam 12 évig. És egy kicsit szentendrei vonatkozása is van, mert minden évben a szentendrei iskolákkal több ezer karácsonyi csomagot gyűjtöttünk össze a csángó gyerekeknek. Magam és a munkatársaim nevében szívből gratulálunk. Köszönöm önnek, szépen. Igazi büszkeség, és ezügyben nagyon megtisztelne minket, hogyha egy következő műsorban beszélhetnénk erről kicsit részletesebben. Nagyon szívesen, és köszönöm szépen. Nehéz egy ilyen örömhír után visszakanyarodni a témánkhoz, de tegyük meg, hiszen hogyha valaki egy kicsit sikerült felcsigáznunk valakit az ügyben, hogy ő szívesen indulna egy ilyen versenyen, ki az, aki indulhat? Van-e bármiféle kritérium annak, hogy önökkel elutazhasson, mondjuk Litvániába? Nincs semmiféle kritériuma, bárkit szívesen látunk, bármelyik korosztályból. A honlapunkon meg lehet nézni, az snk.hu honlapon minden elérhetőség megtalálható. Mindenkit szeretettel várunk az Egyesületben is. Ugye most szeptemberben az önkormányzat szervezi a testvérvárosok között az ifjúsági fesztivált, a kulturális fesztivált, abban is mindig aktívan részt veszünk a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az Egyesületben, bármikor, bármilyen korosztály, és a fesztiválra is természetesen. Köszönjük szépen ezt az élménybeszámolót, és még egyszer nagyon, nagyon gratulálunk önnek az elért sikerekhez. Köszönöm szépen. És szeretettel várjuk önt legközelebb is itt a TV Szentendrén. Köszönöm a lehetőséget. A kedves nézőknek is megköszönjük a figyelmet. Önök a Hét Emberem című magazin műsorunkat látták. A viszontlátásra!